A Magyar Ápolási Egyesület 2017-ben Kossuth Zsuzsanna emlékévet hirdetett születésének 200. évfordulójára. A legnagyobb magyar Kossuth Lajos húgát Magyarország első főápolójaként tisztelhetjük. Ő szervezte meg a szabadságharcban megsérült katonák ápolását. Születésének napja február 19-e, a Magyar Ápolók napja. A Kossuth család házánál a Móricz Zsigmond utcán tábla hirdeti, hogy Kossuth Zsuzsanna e házban született. A Magyar Ápolási Egyesület Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezete a napokban egy domborművel ellátott új táblát is avatott. A szervezet hűen ápolja Kossuth Zsuzsanna emlékét, több kirándulást is szerveztek már ide. Nekünk itt van a magyar főápolónk, ő megelőzte Florence Nightingale-t, és akkor miért ne lehetnénk rá büszkék, ha egyszer már magyar emberek vagyunk. Én azt gondolom, hogy itt sátorolja új helyen, és az a szobor, ami el lett helyezve, illetve ha valaki ide jön meglátogatni, az utca embere is felkaphatja a fejét, és ez bizonyíték lehet arra, hogy nekünk volt egy ilyen nagyszerű emberünk, mint Kossuth Zsuzsanna. Kossuth Zsuzsannának az 1848-49-es szabadságharcban a hadisérültek ellátása során tanúsított helytállása példa a jelenkor ápolóinak is. Ezt a példát állítják a mai ápoló tanulók elé a helyi egészségügyi képzésben, ahol Kossuth Zsuzsanna osztály emléknap is van. A város Borsi Antal szobrászművész által készített mellszoborral emlékezik a főápolóra, aki New Yorkban halt meg, de kultuszát a mai magyar ápolók megtartják.